nagyobbik lányom azokat a szerepeket szereti, amiket én játszom, ahol énekelek, táncolok. Tehát ő még azért kicsi ahhoz, hogy ezt épp észre fölfogja. Igazából ez az első rendes színházi produkció, amiben részt veszek, mióta szültem. Nem mondom, hogy nem esik ki az ember a gyakorlatból, de ilyen apróságokban, hogy memorizálni például, tehát hogy folyamatosan gyűrni az agyadat. Nem, hát ez benne van a pakliban, egy színésznő szül, akkor vissza a rajtvonalhoz. A színésznő azért sem esik ki ebből a, hogy mondjam, generációs gyakorlat kérdéskörből, mert hát jegyzetel az ember, legalábbis a színész jegyzetel egész életében. Hát ugyanúgy el kell tudni játszani 18 évesen a 40 évest, és aztán 40 évesen a 18 évest. Az ember mindig megkeresi azt a pontot, ahol az ember magára próbálja fordítani a karaktert. Hogy én aranyos és szerethető legyek, ahhoz kell egy igazi partner, Miller Zoltán. És hát mi még nem játszottunk együtt igazából. Hát ismerjük egymást természetesen a szakmából, de nem emlékszem, hogy dolgoztunk volna együtt. Maximum szinkronban. Több mint két hete próbáljuk. Megelőzte ezt rendes asztali próba, amikor csak beszélgetünk az előadásról, és hát most már a gyakorlatban is dolgozunk. Aztán leállunk egy időre, és a szeptemberi bemutató előtt lesz még egy második része a próba folyamatnak. Azt gondolom, hogy a legszerethetőbb pontja és a legnehezebben kezelhető pontja, az nagyon közel van egymáshoz. Annak a pillanatnak, vagy véletlennek, vagy már nem is biztos, hogy véletlennek az a pillanata, amikor éppen csak nem siklanak el egymás mellett az emberek, és annak az izgalma, hogy ja Istenem, csak megtalálják egymást. Hát ez a kettő. Ezt úgy szinten tartani, hogy ne billenjen ki, de folyamatosan fönntartsa az ember ezt a feszültséget, izgalmat, ez egy nagyon érdekes feladat.